1 gigabit per szekundumos adatforgalmat generál. Amit tartalékolunk egy 70 GHz-es mikrohullámú berendezéssel. Egy bázisállomáshoz több kliens is csatlakozhat. Teljes kormányzati apparátus a hálózaton üzemel. Rólag optikán érünk el minden végpontot, és minden végponton biztosítjuk a gigabites csatlakozási lehetőséget. Sziasztok! Az elmúlt időben több Mimosa eszközt adtunk ki tesztelésre, és egy típus hibára lettünk figyelmesek. A fő probléma az volt, hogy több vásárlónk megkeresett minket, hogy hosszú FTP, illetve UTP kábel használatánál a Mimosa eszközök csak 100 megabiten linkelnek az Ethernet portjukon. Jellemzően 30 méternél hosszabb kábelszakaszokon jelentkezett ez a probléma, és elsősorban mikrotik eszközöket érintett, de voltak ettől eltérő jelenségek is. Ma lelátogattunk Bajára, a Bajanet, illetve a Makronet által használt 82 méteres kéményhez, itt jelentkezett először ez a probléma. A tesztben segítségül kértük az Equicon Kft. Munkatársait, akik a Fluke Networksnek a hazai képviselői, hogy biztosítsanak számunkra egy olyan berendezést, amivel meg tudunk győződni a különböző kábelek közötti különbségekről. Mérőeszköz, ami ehhez a teszt méréshez használtatok, az gyakorlatilag egy kábel minősítő analizátor, egy szóval. Két csoportra tudjuk osztani a fizikai méréseket. Az egyik az, ami kábelezési standardek szerint történik, tehát amikor arról beszélünk, hogy Kat5-e, Kat6, ugye a TIA szabványoknál, vagy arról beszélünk, hogy Class-e, Class-F az ISO szabványoknál, ezek a kábelezési standardek. Illetve a másik nagy csoport, azok a technológia szabványok, az alkalmazási szabvány. Talán úgy lehetne lefordítani, hogy a rendszergazdának technológia szabványról kell beszélni, mert ő azt fogja érteni, hogy 1 giga, 10 giga, 40 giga. A kábelinstallátornak meg a kábelezési szabványokról, mert ő meg azt érti, hogy Kat5-e, Kat6, Kat6-á. Négy különféle kábelt teszteltünk ma, ebben volt Kat5-e árnyékolatlan UTP, Kat6, Kat6A és Kat7 kábelek. Ez a helyszín ideálisnak mondható az Ethernet test szempontjából, mivel egy 80 méter magas kéményről van szó, ahol komoly potenciál különbség keletkezhet a földelés miatt a kábel két vége között. Itt a tesztek során ezek a mérések, ezek elvégzésre kerültek, és ami nagyon érdekes, hogy az egyik kábel típusnál kijött az, hogy ez az úgynevezett TCL paraméter, az egyik ilyen módus, legjellemzőbb módus konverziós paraméteren nagyon rossz volt a kábelnek. Ez magyarra lefordítva egy dolgot jelent, a szimmetrikusnak hívott kábel nem szimmetrikus. Ennek a problémája meg ott jelentkezik, egyrészt nagyobb adatsebességeknél, ahol ugye a kódolás miatt, illetve a frekvenciák miatt ugye sűrűbb az információ, ami halad a kábelen, és olyan környezetekben, ahol külső zaj érheti a kábelt. Tehát például egy ipari környezetben, egy adatközpontban, ahol rengeteg kábel fut egymás mellett. Az egyik dolog, amire nagyon kevesen gondolnak, az a kábel csillapításának a hőmérséklet függése. Tehát ez ki van rakva, ez a kábel mondjuk egy panelháznak a falára, mondjuk egy Ethernet az ügyfélig hálózat esetében. Ez nyáron, amikor süti a nap, mint most, amikor 35 fok van, ez 70-80 fokos lesz ez a kábel. A hőmérséklet növekedésével a kábeleknek a csillapítása az drasztikusan nő. A teszt második szakaszában egy Mimosa eszközt vittünk fel a kéményre, és lepróbáltuk mind a négy kábellel, hogy gigabittel tud-e linkelni a felsorakoztatott Ethernet eszközökkel. Négyféle Ethernet eszközzel próbáltuk le, az egyik egy egyszerű laptop volt, Mikrotik routerboard, egy TP-Link switch, illetve egy Racecom switch, ebbe különböző SFP modulokat tettünk bele. Elkezdtünk gigabitet használni, ahol ugye szükségünk van a 4 darab érpára. A 4 darab érpárnak viszont osztoznia kell a táppal. Mondjuk egy régi Kat5-ös, Kat5-es kábelnek a kábel ér keresztmetszete kevés ahhoz, hogy ekkora tápfeszültséget átvigyen. A, B, melegedni fog a kábel. Tehát sokszor nem azért kell berakjunk egy nagyobb kategóriájú kábelt, mert mondjuk az adatátvitel miatt szükség van a nagyobb sebességre, mert nincs rá szükség,
hanem szükség van a nagyobb kategóriájú kábelre azért, hogy átvigye a tápot. A teszt meglepően jól sikerült, mivel a Mimosa az összes Ethernet eszközzel és az összes kábeltípussal gigabiten állt össze, ezért úgy gondoljuk, hogy izolált problémáról lehet szó, és arra kérünk mindenkit, aki belefut ebbe a problémába, az jelentkezzen nálunk, és megpróbáljuk elintézni a berendezés cseréjét. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!